A Dortmund elbukta a Bundesligát gólkülönbséggel ráadásul, és ismételten a Bayern München lett a bajnok, és ezzel összedőlt Marco Reus és a Borussia Dortmund álma. De Dortmund fanok, ne csüggedjetek, én itt vagyok, és átvesszük a csapatot 10 szezonra, és megpróbálunk annyi trófeát nyerni, amennyit csak lehet. Annyi a szabály, hogy minden szezonban csak 2-t igazolhatunk. Nézzük meg a csapatot az első szezonra. Oh boy, ez a csapat tele van fantasztikus játékosokkal, Guerreiro, Hummels, Süle, valamint Jude Bellingham, kispadon is itt van Marco Reus, valamint Youssoufa Moukoko is a jövő embere. Őszinte leszek veletek, itt nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a csapat utolsó pillanatban elbukta a Bundesligát, gól különbséggel ráadásul. Szerintem szükség van a formációnak a megváltoztatásához, így is van, és akkor maybe így lesz a csapat, és így számomra egyértelmű, hogy kell egy jobbek, valamint egy jobb-jobb szélső, mint Donyell Málen, és akkor ezzel erre a szezonra meg is vagyunk. És a vezetőség is meg akarja nyerni a Bundesligát, 82 millió eurónk van, úgyhogy jöhetnek az igazolások. De akkor kaptam egy telefonhívást, nem mástól, mint Jude Bellinghamtől, aki azt mondta nekem, figyelj főnök, kaptam egy ajánlatot a Bayern Münchentől, úgyhogy amennyiben a szezon végén nem nyerjük meg a Bundesligát, el fogom fogadni, és itt fogom hagyni a Dortmundot. És ezzel le is tette, úgyhogy a célunk egyértelmű, egy olyan csapatot építeni, amely képes megnyerni a Bundesligát. Én nem akarok egy olyan játékost elengedni, mint Jude Bellingham. Úgyhogy leigazoltam Ashraf Hakimit, de ezzel a büdzsénk lement 14 millióra, úgyhogy eladtam pár játékost, ezzel generálva nem egy kis pénzt, 127 millió eurónk van, és ez a pénz Bukayo Sakára fog kelleni. Mondhatjátok azt, hogy ez egy őrült ötlet, hogy egy ilyen játékost akarok Dortmundba költöztetni, de ne felejtsétek, ha nem nyerjük meg a Bundesligát, akkor Bellingham elmegy, ráadásul épp a Bayern Münchenbe, ilyen erősítésekre szükségünk van. És itt van a sztárigazolásunk, Bukayo Saka, nem volt egy olcsó transfer, 120 millió eurónkba került, de hát kellene ilyen játékosok, hogyha meg akarjuk nyerni a Bundesligát. Őszinte leszek veletek, srácok, Hakimivel és Bukayo Sakával valami fantasztikusan néz ki ez a csapat. Szimuláljunk a szezon végére és nézzük, hogy megnyertük-e a Bundesligát. Eljutottunk a szezon végére, és sajnos a német szuperkupa döntőt a Bayern ellen elbuktuk. Viszont megnyertük a DFB pokált, ez az első trófeánk. Bajnokok ligája csoportunk élén fejeztünk. Nyolcaddöntőbe jutottunk az Atletikon, a negyeddöntőbe is küzdöttük a Sportingot, elődöntőbe a City volt a végén. De ami számít, a lényeg, hogy lesz-e Bellinghamünk. Nézzük, hol fejeztünk. Nem. 2 ponttal, csak 2 vereséggel elbuktuk a Bundesligát. Az azt jelenti, hogy Bellingham jövőre a Bayern játékosa. És Bukayo Saka jó igazolás volt. 20 gól, 7 gólpassz. Haller is jól teljesített, bár ahogy elnézem, neki volt egy sérülése. Adeyemi a szélről. Úgy látom, hogy itt volt pár sérülés is, ettől mehetett félre a szezon. Bellingham 11 gólpassz, 88-as értékelés. Nagyon fáj, hogy elengedi, de muszáj lesz. Második szezon, és ez a csapat nem néz ki most annyira jól Bellingham nélkül. Viszont a jó hír, hogy van 332 millió az erősítésekre. Legalább ennyi előny van abból, hogy eladtuk Bellinghamet. És ha már ennyi pénz van, akkor miért ne igazolnánk le Pedrit, nem? Jobbak akarunk lenni, mint a Bayern, úgyhogy szükségünk van az ilyen őrült igazolásokra. Jude Bellingham tökéletes pótlása itt van a csapatnál, Pedri személyében. Fantasztikus igazolás. Támadó középpályásnak meg jobb opciónk nem is lehet, mint Martin Ødegaard, úgyhogy bízzunk benne, hogy a tárgyalások jól fognak menni. Ødegaard az új Marco Reus. Ezekkel az igazolásokkal most már sokkal jobban néz ki a csapat. Bízzunk benne, hogy Haller jobban teljesít, mint az előző szezonban, és meg tudjuk nyerni a Bundesligát. Második szezon vége, megnyertük végre a Bundesligát. Ráadásul 19 pontot vertünk a Bayernre, és csak egyszer kaptunk ki. Megnyertük a DFB pokát, ez a harmadik trófeánk, valamint a szuperkupát is. Mi történik itt? BL csoportunkon az élen végeztünk, 8-döntőbe kivertük a Rómát, 4-döntőbe a Leipzig-et, elődöntőbe a PSG-t is, és a döntőbe vagyunk a Sevilla ellen. És ha ezt a meccset megnyerjük, akkor megnyertünk minden trófeát ebben a szezonban, amit meg lehet, és már 5 trófeánál leszünk 2 szezon alatt. Sajnos Kobel le van sérülve, de bízunk a legjobbakban. Nézzük a végeredményt. Kikapunk. Adeyemi is lesérült, meg a kapusunk is. Áj. Majdnem tökéletes szezon lett. Bukayo Saka 27 gól.
fantasztikus Ødegaard a középpályáról 19, valamint Adeyemi a szélről 19. Jól teljesítünk, következő szezonban egy OP csatár, és szerintem a világ legjobbjai lehetünk. Harmadik szezon, és én nem csodálom, hogy megnyertünk az előző szezonban majdnem minden. Azonban, mint mondtam, Haller helyett kell egy jobb gólvágó, valamint ha kispadra tudunk igazolni egy jó belső védőt. Azonban ügyesen kell bánni a pénzzel, mert csak 92 milliót kaptunk a vezetőségtől. Egy olyan szezon, mint az előző, után több támogatást várnék őszintén. Gondoljatok bele, milyen OP lenne a támadó triónk Julian Alvarezzel. És mondhatnánk úgyis, hogy egy új Haaland érkezett a csapatba, Julian Alvarez személyében. Olyan játékos találtam ingyen, srácok. Ugye, ha egy játékos visszavonul, akkor a játék generál helyette egy új játékost, és szerintem ez most Thiago Silvának az utódja. Ingyen van, 85-ös, igazoljuk le. És ezzel Renato Castro, a csapat új belső védője. Hát üdvözlünk itt! Őszinte leszek veletek, srácok, magabiztos vagyok, hogy ebben a szezonban meg tudjuk nyerni Bajnokok Ligáját is végre, és ismételten szörnyen jó szezont fogunk produkálni. Elérkeztünk a szezon végére, és a bajnokságot, ha csak egy ponttal is, de megnyertük, elhódítottuk a német szuperkupát is, valamint a BL-be az Atletico kiejtett minket. Valami nem működött ebbe a szezonba úgy, mint az előzőben. Julian Alvarez 24 góllal fejezte az idényt, azonban úgy látom, hogy ő kicsit sérült volt, mert csak 34 meccset játszott. Talán ez mehetett félre. Nézzük meg majd a következő szezonban, hogy teljesítünk. Szerintem ettől sokkal jobb lesz. Negyedik szezon, fantasztikus a csapat. Julian Alvarez a legalacsonyabban értékelt a KZ11-ben, azonban a kispadon fejleszteni kell, mindenféleképpen kell egy középpályás csere, sőt szerintem abból kettő is el kell. Egyik középpályásnak leigazoltuk Renato Sánchez, valamint Jacob Ramsey-t. Ez két szolid opció a kispadra. Nézzük, hogy teljesítünk a szezonban. Negyedik szezon végén megnyertük a bajnokságot, ez már lassan mindennapos, a német szuperkupát is megnyertük, BL csoportkörünkbe hibátlanul kijutottunk, bent vagyunk a City ellen a BL döntőbe, és ezt a meccset hozni tudjuk, akkor egy álmunk fog valóra válni, azonban Julian Alvarez eltiltott, úgyhogy ezen a meccsen Youssoufa Moukoko fog kezdeni, én bízok benne, hogy meg tudjuk nyerni. Nézzük a végeredményt! Nem hiszem már, hogy megint kapunk egy BL döntőbe. Kettőből két BL döntőt bukunk el négy szezon alatt. Ebben a szezonban Karim Adeyemi termelte a gólokat 33-mal, valamint a legtöbb gólpassza Martin Ødegaardnak volt. Ötödik szezon, és úgy érzem, hogy egy helyen lehetnénk jobbak. Emre Can már 32 éves, és már csak lefele fog menni az értékelése. Úgyhogy mindenféleképpen kell egy új középpályás. Valamint, ha jobban megnézitek, Rafael Guerreiro-nak nincsen cseréje. Úgyhogy kell egy új balbek is. Nem fogjátok áthívni, hogy kit találtam meg ingyen, Jude Bellingham. Úgy nézem, nem kellett a Bayern Münchennek. Hát mi visszafogadunk Jude attól függetlenül, amit csináltál. És így Jude Bellingham visszatért hozzánk. Bal szélső védőnek meg szerintem Lucas Hernandez jó opció, tud belül is játszani, meg backként is. Így megérkezett hozzánk az ex-Bayern játékos Lucas Hernandez. Ezzel az igazolásokkal megvagyunk erre a szezonra. Nézzük, hol fejezünk. A Bundesligát megnyerjük, ha csak gólkülönbséggel is. Szuperkupával együtt ez már a 10. trófeánk. Valamint bent vagyunk egy újabb BL döntőbe, légy szíves, ezt már nyerjük meg. Ezúttal nem hiányzik senki se a csapatból, úgyhogy nézzük, hogy meg tudjuk-e nyerni. Én azt nem hiszem el. 2-1 a Real Madridnak, mi hiányzik ebből a csapatból? Idén Bukayo Saka 33 góllal lett a legjobb gólszerzőnk, valamint a legtöbb gólpaszt is ő adta, ő vitte a hátán a csapatot. 6. szezon! És a csapat tényleg elég jól néz ki, viszont van egy problémánk, mégpedig, hogy Pedrinek kifizették az elengedési záradékát, úgyhogy ő nem lesz a csapat tagja sajnos. Meg én szeretnék igazolni egy szélsőt, és onnantól kezdve erősebb lesz a csapat, mint eddig. Ha már Pedri elment a Juventusba, akkor mi leigazolhatjuk tőlük Gavit? Ez az, Gavi a csapatunk tagja. Szélsőre pedig Francisco Conceição-t néztem ki, 66,5 milliót ér, 24 éves, 85-es értékeléssel. Nem haboztam, leszerzőtettem. És ezzel kész a csapatunk a 6. szezonra, nézzük, hogy teljesítettünk. 6. szezon végén ismét megnyertük a Bundesligát, a Superkupát is, ez a 12. trófeánk. Valamint bent vagyunk még egy BL döntőbe, én ezt már nem akarom elveszteni, úgyhogy léci, nyerjük meg, és... Nem, én ezt... De én ezt már tényleg nem hiszem el.
Négy BL döntőben mind a négyszer kikaptunk. Ebben a szezonban Julian Alvarez volt legjobb góllövőnk 35 góllal, valamint Saka jött a legtöbb gólpasszal. Tényleg már csak a BL-t kell megnyernünk és minden rendben van. Lassan kezdem magam úgy érezni, mint a PSG, hogy minden szezonban megyek a BL-é, de nem tudom megnyerni. Ebben a szezonban mindenféleképpen kell egy új balbek, mert Guerreiro-nak megy le az értékelése. Meg nincsen cserekapusunk, úgyhogy ez a kettő pozíció, ahova kell igazolnunk, és meg vagyunk erre a szezonra. Úgyhogy leigazoltam Nuno Mendes, valamint Alexander Nübel, és ezzel kész a csapat, nézzük, hol fejezünk a szezon végén. Ahol ismételten megnyertük a Bundesligát, a Superkupát is, de a BL-be kiestünk az elődöntőbe. Én nem értem, hogy nem tudom, mi kell egy BL győzelemhez. Ebben a játékban most már komolyan Bukayo Saka 29 góllal, Julian Alvarez 16, hát nem tudom. 8. szezon, és úgy érzem, hogyha meg akarjuk nyerni a BL-t, akkor kell egy jobb támadó, mint Julian Alvarez, ugyanis nem rugdossa úgy a gólokat, mint ahogy elvárnám tőle, valamint talán kispadra egy másik középpályás. Szerintem elég most ebbe a szezonba csak egy csatár. És mi lenne, ha vissza tudnánk hozni Erling Haalandot? Nem tudom, talán Julian Alvarezzel egy csereüzlet keretein belül, de nézzük meg, hogy erre mit mond a City. Julian Alvarez meg talán egy 40 millió, mert lejár a szerződése Haalandnak. Igen. Na, hát ez eddig jó dealnek tűnik. És van egy visszatérőnk Erling Haaland személyébe. Nézzük, hogy vele meg tudjuk-e nyerni a BL-t. Megint megnyertük a Bundesligát, hát minden évben megnyertük, leszámítva, amikor kellett volna, hogy ne veszítsük el Bellingemet. Superkupát azonban megnyertük, és bent vagyunk megint egy BL döntőbe. Mi lenne, ha esetleg ezt a döntőt nem vesztenénk el, és végre megnyernénk az első bajnokok ligánkat, és ez az, végre 5 döntő kellett hozzá, és 8 szezon, de megnyertük a bajnokok ligáját. Bukayo Saka 39 gólt szerzett, valamint Karim Adeyemi 30-at, Haaland 27, kicsit többet vártam tőle, de első szezonnak nem rossz. Elérkeztünk az utolsó előtti szezonba, és számomra egyértelmű, hogy kell egy új belső védő, úgyhogy leigazoltam Ronald Araújót, valamint Igor Zubeldíját 20 millióért. És ezzel kész a csapat, nézzük, hol fejezünk a szezon végén. Megnyertük a Bundesligát, 18. trófeánk. Ugyanúgy, hogy a német szuperkupát, valamint bent vagyunk a döntőbe a PSG ellen a BL-be. És címvédőként megnyertük 3-2-re, és Karim Adeyemi 30 góllal. A legjobb góllövőnk, nem tudom, mi van Erling Haalanddal, meg úgy alapjárton a csatárjainkkal. Annyira nem megy nekik, mint ahogy kéne, de azért 22 gólt elfogadom. Elérkeztünk az utolsó 10. szezonunkba. Én nem akarok már semmit változtatni a csapaton, szerintem meg tudunk nyerni idén is mindent, nézzük, hogy teljesítünk. És lehet, hogy ez hiba volt, mert csak harmadikak lettünk az utolsó szezonba. Mondjuk ez még így is meglepetés ezzel a csapattal. Megnyertük a Superkupát, ez a 21. trófeánk. Valamint ismételten bent vagyunk egy BL döntőbe. Ha jól belegondoltok, ez körülbelül már a 7.-8. BL döntőnk, és ebből csak 2-t nyertünk meg. Legyen ez a harmadik, légy szíves, és... Szerintem ez valami rekord lesz ebbe a sorozatba. Erling Haaland ebbe a szezonban mutatta meg, hogy mire képes. Bukayo Saka is és Adeyemi is jól teljesített. Na de ez a videó ennyi lenne. 21 trófea Dortmundnak nem rossz. Ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen lájkoljatok, és ha szeretnétek hasonló tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel, valamint írjátok le a komment szekcióba, hogy mivel lehetne jobb következő ilyen videó, valamint hogy melyik csapattal csináljam. Én Levente voltam, következő alkalommal találkozunk. Sziasztok!